Nem baj. Gyerekek. Nekem most nem. Nekem most, bocs, na? Így kell, nekem most másmilyen nem van ilyen néző. Ne látszik, hát az üvegen. Most hozod egy kartonnal, bazd meg, és ezt meg is. Kell inni, otthon kibontottam, meg kell inni. Ezt nem basztuk le. Nem is szoktuk. Nem, de... Szerintem nem. Akkor nem. Jó. Most amúgy is világos van, meg kint világos van, úgyhogy... Kint világos van, akkor mindenhol világos van. Nehezen tudok ehhez bármit hozzátenni. Miért? Nem feltétlenül egyébként. Nem. A bányában akkor is sötét. Tehát, kint világos van, bent még lehet sötét. Igen. Ezt miért nem a Beelzebubnál mondod? Na! Majd ott is mondom. Ugye? Oda, vágd oda akkor. Oda van vágva. Jó van. Szép volt nagyon. De ezt te vágod szerintem. Én vágom arra... Ja, mondjuk, ja, hát az meg lehet, igen. De csak vágni, nem? Aha. Jó. Na, prímet az... Prím szám. Szavaztok, srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok. Ez pedig itt a fülelő. Fankoló! Fánkoló. Fánkoló. Mint a fajta téren. Mai kibeszélőbe elhoztuk a Röhöcöpő legújabb lemezét. Ha minden igaz, akkor a 12. Így van a 12. lemez. Határtalan szerelem, vagy mi az? Unlimited love. Limit nélküli szerelem. Az. A Too Unlimited egyébként egy tök jó zenekar volt, de most ezt tegyük zárójelbe. Mert az RHCP már előtte is volt, és még utána is van. Tehát, hogy... na, és akkor ugye visszatért a fura fickó gitározni. Igen. És mindenki ezt várta, hál' Isten. Meg mindenki a megváltást. Van megváltás? Szerintem van. Szerintem határozottan van. Már csak abból kiindulva is, hogy elkezdett a négy ember között olyan félelmetes kölcsönhatás van, ami nagyon ritka. És a Flea is elismeri, hogy minden gördülékenyen ment a Fusival, amikor... A Fruskával, amikor... Ugye a Klinghofferrel kezdtek el dolgozni a lemezem, de nem érezte ki Edis meg Flea a cheat az egészben, úgyhogy megkérdezték a Fruskát, hogy volna-e kedve visszatérni, és ő meg azt mondta, hogy volna. A Klinghoffer meg boldogan félreállt, mert ő is elismerte, hogy igazából ez a Frusent helye, ő csak kisegített, amíg ő nem akart a zenekarba játszni, mert elektronikus lemezeket készített, ha jól tudom, akkor azért szállt ki a Stadium Arcadium után, hogy az angol kiejtést még tovább csiszoljam. Gyönyörű. Hát igen, mert ugye a Frusente játékát játszotta a Klinghoffer, aztán most visszajátsza a Frusente. Tehát, hogy így bezárult a kör, a és Frusente... akkor így megjöttünk. Nem, átfogalmaznám a helyedbe lennék. Na. A Klinghoffer játszotta a Frusente játékát. Igen. A Frusente meg most azt játssza, amit tud. Hát azért és mondom, hogy pont ezért megjöttünk. De pont ezért teszem én ezt a lemezt oda a Kalifornikáció. Meg az út mellett, út mentén, lemezekhez. Nem az? De amúgy szó szerinti fordításban az. Mondom, de magyarításokat nálam lehet letölteni. De hát ugye a by the way az ilyen... Tudom, az egyébként, meg a... Mellesleg, igen, de igen, amúgy tudom, nagyon jó vagyok út vele. Mellett, nagyon jó. Most tisztázzuk azt, hogy poénra veszem, attól még tudom, hogy hogy van. Jó. De jó. Teljesen mindegy. És szóljál meg! Ez nagyon jó volt. Igen. Az út mentén. Igen. Mondd tovább. És... A Stadium Arcadium, azért mondom, mert azt már nem mertem nekiállni, mert meghallottam, hogy... Ekkora? Meghallottam, hogy dupla lemez, de amúgy triplának szánták, anyád, Jézus Isten, úgyhogy ott a Dani Kaliforniának nem mástam mélyebbre, de abszolút nekem az a szellemiség, tényleg az erőltetettség nélküli, görcsmentes, örömzenélés. Tehát annyira hallatszik, hogy egybe vannak. Jó, azért én ezt... Félelmetes. Én... Induljunk messziről, tehát a 17 dal az kurvára nem kevés, és a 73 perces játékidő szerintem azért egy 23 percet túlszaladta magát, tehát egy korrekt 50 perces játékidőben egy rohadt mocskos mód ki tudtam volna egyezni, és akkor még erősebb lenne az összhatás. Viszont...
Erre mindjárt rákötök. Viszont rohadtul meghallgatnám azt a közel 30 vagy 40 tételt, amit lehagytak. Milyen közel? Mert azt mondták, hogy kb. 50 tételből válogatták ki ezt a 17-et. Nem. Én ezt olvastam. Akkor... Valamilyen szinten igaz, de az 50 már csak a második rosta volt. Na azért. Alapból több mint 100 dallal indultak, több mint 100 dallal mentek oda a Rick Rubinnak a Malibu-i stúdiójába, hogy csiszolgassák őket, ezt szűkítették aztán 50-re, és így alakult ki ez a végleges keret, az a 17 dal, amely végül fölkerült az albumra, tehát így, ja és egyébként mi a Killinghoffer-re kezdtek el dolgozni azokon a témákon is, ugye? Tehát van tippem, hogy azok a dalok maradtak le, amelyikben a Killinghoffernek nagyobb szerepe volt. Igen. Mondja csak. Bár azt hozzátenném ugye, hogy a Linkin Park is a Minutes to Midnight-nek több mint 100 dallal futott neki, és mégis sikerült egy 12 dalos kompakt lemezt összehozni belőle. Jó, elismerem, hogy ez már izé jutalomjáték nekik, tehát összetalálkoztak megint négyen, és már bármit lehet. Persze, tehát ők ott vannak, hogy bármit, bármennyit és bárhogy. Tehát én ezt maximálisan megértem, és ennek tükrében én legtöbbször ezt háttérben hallgattam ezt a lemezt, mert odafigyelve én a hatodik dalnál azt mondtam, hogy unatkozom, de ez nem a lemezre, ez az RHCP-re vonatkozik. Tehát én bármelyik lemezüknél képes ők a hatodik dalnál unatkozni, és egyébként nálam is a Californication meg a By the Way volt a két top, amelyiknél a tizedik dalig is talán eljutottam együltő helyenbe, önszántamból, tehát ez nagyon fontos. És a többinél én is azt mondtam, hogy hallottam, értettem, elengedtük egymás kezét, pedig én amúgy bírom a funkos dolgokat, és itt is a funkos dolgok nekem jobban működnek, míg te, ha mondtad, neked pont a másik fele. Igen, nekem pont a másik fele. És mondd el kérlek azt, hogy a két lemezte hogy képzelted volna el, hogy ne vegyem el a gondolatodat, mert idefelé már megosztotta velem. Ja, hogy én nem az, hogy képzeltem el, hanem hogy ugye a 17 dalon igazából egy ide egy oda elven válogatták dalokat, tehát a 12 dalon végighúzódik az, hogy na most akkor az egyik dalba ez a rockosabb RHCP jön, amikor én ne adj Isten metát is tesznek oda. Jó, az egy dal, mondom ne adj Isten, vagy minimum egy kurva jó jambe viszik a végét, mint mondjuk a Here Ever After, vagy a One Way Traffic például ilyen volt. És ott vannak, tehát lényegében mondom, egy ilyen elve jönnek azok a nóták, ezt ellensúlyozva, amikor tényleg tök úgy hallatszik, meg én tök elhinném, hogyha nem tudnám, hogy RHCP, tök elhinném azt, hogy néhány fekete fickó bongyor hajakkal a flitteres, trapéz kezes lábasaikban tényleg egy brooklyni vagy Quincy vagy nem tudom milyen ilyen alaksori, néztétek a Cheers sorozatot régen, na egy olyasmi bárban tele van füsttel és fönn vannak a színpadon ezek 8 vagy 10 fekete palimer, ugye a négyfős háttérkórust vegyük alapul, meg fúvósok, zongorista, plusz ugye a négy izé. Igen. És tök elhiszem, hogy a 80-as évekbeli, csak az a gond, hogy ezek nem ők. Tehát tök jó tudják a funk stílus gyakorlatokat, viszont én jobban szeretem azokat a dalokat, amikor a Red Hot Chili Peppers-t, mint rockzenekart hallom. És épp ez a szép az egészben, hogy igazán mind a két oldalnak a kedvére tesznek, tehát nyilván megvan a rajongótáborukban az, aki nem az egész mindenséget kajálja föl, ami RHCP, hanem például vagy a funkos oldalukat szereti jobban, mint te is, igen, vagy például az egyenesen vonalú rockosabbat, mint ahogy én is. Na most ők két-két rövidebb lemezt, ugye egy-egy rövidebb lemezt simán össze tudnak állítani. Nem mondom azt, hogy én is így csinálnám ilyen White Album meg Black Album mintára, de simán el tudom képzelni, hogy valaki a Spotify-on úgy fogja hallgatni, hogy ki mazsolázza magának a... Igen, tehát minden második az alakja a szívecskét. Simán el tudom képzelni. Igen. És azért is tűhet unalmasnak neked ez a lemez, mert azon túl, hogy tényleg baromi hosszú, még szinte végig ez a nyugisabb, akusztikusabb pont megközelítés dominál, akár igen, melankóliáznak, akár vigadnak. Igen. Mind a kettőre van szép számmal példa a lemezen, viszont tényleg nem nagyon fordul elő olyan, hogy ők nagyon berokkolnának, tényleg szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány ilyen
alkalom van a lemezen, amikor hát tényleg... kettő maximum. Kettő vagy három, igen. Vagy ott ellen például tényleg a She's a Lover, ami akkor a kőfák. She's a Lover! Igen! Szenzáció! Aki nem látja ott a Jackson 5-ot, bazd meg, az nem vág, nem tud semmit arra a korszakra. Hát meg Jamiroquai beúszik. Azt még életében nem látott ilyet. Vagy a héja, a mi a faszomtól. A héja, a... Igen! Melyik zenekar az, bazd meg, akiknek van a Miss Jackson? Meg nem mondom a zenekar. Most én se írjátok le, légy szíves, majd ide alulra. Szóval, ja, és egyébként ez az akusztikus megközelítés, vagy ez a nyugisabb megközelítés, mert ugye mindenhol akusztikus, de nagyon-nagyon nagy teret hagy a Kiedisnek. Aki tényleg egy meglett 60 felé ballagó embernek a minden bölcsességével olyan mesélősre vette, hogy én minden szavát elhiszem. De tényleg. Én nekem nagyon tetszik a Kiedis orgánum, és amikor behozza az imádnivaló dallamait, például a Hirever After-ben, engem ott lekenyerez a pali. A Frusiról már volt szó, de a ritmus szekciót az meg igazából hát nem érdemes kiemelésre, mégis igazságtalan lennénk, hogyha nem emelnénk ki őket. Igen. Mert a Free is, meg a Chess Miss is élmény hallgatni, és tényleg biztos egybevették föl ezt a lemezt. Mert amilyen jammekbe elviszik a dolog végét, az egybe lélegeznek, és annyira érződik tényleg, hogy full egybe vannak ők így négyen. Nagyon-nagyon jó pillanatai vannak a lemeznek. A zenei részt azt aláírom, hogy eszméletlen megoldások, meg nagyon jó dolgok vannak összemuzsikálva a lemezen. A Kiedis nekem mindig is egy olyan énekes volt, hogy ott van ő is. Tehát én a szövegeit mindig sokkal jobban szerettem, mint a hangját, meg a... Néha már hamiskás, nem túl nagy hangterjedelem, nem túl izgalmas dallamok, hanem ott van ő is. Tehát, hogy én ezt így mindig úgy gondoltam, hogy így... Nekem nem ő viszi a hátán az együttest, na. És most is az van egyébként, például egy Poster Child-ba, vagy a Here Ever After-ba, vagy nem tudom. Kurva jó szövegei vannak, meg iszonyatos mennyiségű. Azt hiszem talán pont a Poster Child-nál küldtem az üzenetet, vagy pont azt hallgattam, és így néztem hozzá a szöveg, és iszonyatos mennyiségű popkulturális utalás, de nagy részt amerikanizálva, tehát hogy én egy csomó utána se néztem már a végén, hogy ki kicsoda, meg mi a faszomért van ő itt, de eszméletlen mennyiség, és a szöveg is valami annyi, hogy így anyát faszát. Nagyon sűrű szövegeket írt, igen, és még ehhez a valahoz tudnám csatolni az Aquatic Mouth Dance-t, ami igazából zeneileg is, és szövegvilágában is full 80-as évek, mert azokról a kemény időkről szólt, amit a Kiedis a nagy alkoholos meg drogos kábulatban megélt. Igen. És kurvára autentikus lett. Nem mondom, hogy eresseként azt veszem el a lemezről, de full autentikus. Abba vannak a fúvósok. Abba is vannak, igen. Szerettem, igen. Én továbbra is azt tudom mondani, mint minden RHCP lemezre, hogy így háttérbe elszól. De én soha nem leszek fan, és az én sem. Néztem egy csomó helyen kommenteket, és mindenhol azt írják, hogy tingli-tangli, szar, már a fasznak kellett már lemezt csinálni, és a többi, és a többi. És nem értek velük egyet, szerintem öröm hallgatni ezt az örömzenét, amit csinálnak ezek az emberek. Túltolták, oké, megtehetik, az a másik oké. Viszont a tingli-tangli résszel valamilyen szinten egyetértek, hogy olyan, tehát 60 fölötti közeli emberek önazonosak, tehát persze. Nem lehet már még egyszer a 80-as éveknek a lázadását elkövetni, értem, de inkább előveszem a régebbieket, ennyi. Ennyi, de könyörgöm, engedjük már egyébként azokat a sztereotípiákat, bassz meg, hogy ami tingli-tangli, meg melankolikus, az egyből szar is. De ne. Tudom, hogy nem azt mondod, nem azt mondod, hanem amit kommenteket olvast, arra csatolok vissza. Ez ugyanolyan szánalmas, mint a demók még jók voltak, a többi már nagy szar. Hát geci, nem csak az tud kemény lenni, meg súlyos, bassz meg, ami 6000-rel riffelnek, meg 378 BPM-en tapossa a két lábat a pali. Nem csak az tud súlyos lenni, ez a lemez is tud súlyos lenni, vannak rajta nagyon súlyos pillanatok, független attól, hogy a megközelítés az tényleg jobbára nyugis. És akkor mi van? Nevezzük akkor tingli-tanglinak. És akkor mi van?
tökéletesen mondta tanult kollégám, önazonos lemez. Ennyi. Igen. És gyönyörű, és igenis kellett még egy ilyen. Nem tudom, lesz-e még nekik, mert ők se fossák azért nagy üzembe a lemezeket. Figyelj! Hogy volt 2006, 11, 16 és most 22. Egyébként ez is ki lett volna már szokásos 5 év alatt szerintem, csak ugye tudjuk, hogy miért megcsúsztak. De most 5 évente lemez van még bennük. Figyelj, szerint én a... Még egy ilyen minőség. A nagy egymásra találás és a számfosás farvizé nevezve szerintem van. Úgy legyen. Úgy legyen. Nem mondom azt, hogy hogy feltétlenül sietni kell vele, se azt nem mondom, hogy ilyen hosszút kell csinálni, de ha még van bennük olyan fesztelen dalszerzés, mint amit itt tudtak produkálni, akkor szerintem még simán működhet egy. Igen. És még annyit, hogy így világszerte tarla lemeztelt a rajongók, felszippantottak mindent, ami a lemezről létezett. Az egész 17 dalt beszlopálták, úgymond. Szlopálták? És hát ugye bármilyen hihetetlen, Blood Sugar Sex Magic ide, Kalifornikáció meg By the Way ide vagy oda, ez még csak a második number one lemezük Amerikában. Na hát ez az. A Stadium Arcadium után. Tehát az emberek úgy látszik a terjengősebb cuccokat várják tőlük, és tényleg, hogyha meg tudják tartani ezt a kölcsönhatást, akkor legyen még egy ilyen lemez. Ennyi. Mert én ezt élveztem nagyon. Nem úgy álltam neki, meg igazából tényleg Alt-F4-et nyomtam a Spotify-nak, amikor megláttam, hogy 73 perc. Én ezt egyébként direkt a végére akartam hagyni az ezen való kesergést, mert ugye ők alapból hosszú terjengős anyagokat adnak ki, ha már egyszer rászánják magukat, hogy lemezt készítenek. Egyébként elmondták, hogy ebbe több mint 1000 órát tettek, sőt több 1000 órát tettek bele ebbe a lemezbe a Panik. Az igen. Úgyhogy keményen dolgoztak. Az igen. A kemény munka hallatszik. Ilyen az, amikor az ember azzal foglalkozik, azt csinálja munkaszinten, amit szeret. Igen. Csináljátok azt munka címén, amit szerettek, és egy napot nem kell dolgoznotok életetekben, ugye ez alapigazság. Ilyen szintet lehet elérni. Így van. És nagyjából szerintem ennyik is voltunk, nagyjából elég terjengős lett. Nem baj, hát figyelj, mint a lemez. Mint a lemez. Meg hát ugye egy röhöcöpő megérdelni, hogy 6 évente, meg hát ugye először vannak. Meg hát ha már 6 évente van, akkor tényleg ismerjük el az érdemeit a lemeznek. Így van. Srácok, bármit kihagytunk, bármi eszetekbe jött, bármit hallottatok rajta, az tudjátok, jöhet oda le, aztán majd visszatérünk rá. Igen, és ne feledjétek, a határtalan szerelem az út mentén van. Igen. Sziasztok. Igen, szavaztok. Ez megvan. És Kalifornikán éppen. Az. Kalifornia. Az David Duchovny. Duchovny. A Gene Simmons se hívják Simon Janinak, pedig ő is magyar, bazd meg. Pedig kéne. Kéne. Simon János. Jankó. Simon Jankó. Jenő. Simon Jenő, bazd meg. A Gene az Jenő. Eugene Jenci. Eugene. Az. Eugene Simmons. Özen. Az. Na jó van. Simmons Özen. Simon. Eugène Simon! Jó van. Megvagyunk. Szevasztok. Eugène Simon. Edmond, piros telefon. Ah, ez jutott eszembe nekem is. Nagyon jó. Edmond, a piros telefon. Ki az már ilyenkor? Maga az Bertrand. Ért a forró drótunk.